Elköszönni ki fog? Tegnap még itt volt mindenki, ma meg már senki. Se puszi, se pál. Azért is vagyok ennyire bátor, és távolítom el, mert állítólag rozsdafarkúak minden egyes költésre új, teljesen új fészket építenek. Tehát, hogyha majd esetleg megint ide költenének, akkor megint ugye ezt eltávolítanák, és akkor kezdenék előre az egész folyamatot. Erről szól a fáma. Viszont én nem is akarom, hogy újra kezdjék az egész folyamatot, mert én akkor úgy döntöttem, hogy bezárom az ár, ugyanis míg a következő fészekaj kirepülne, eltelne szerintem, vagy 3 hét legalább, hanem 4. Az meg nekem meg már sok idő, lehet, hogy akkor addigra ugye. Ugyanis úgy tűnik a helyzet, hogy végre valahára befejezem a kaszállást eddig, most egy darabig, mert most már ez a karbantartó kaszállás is nagyjából a végéhez közeledik. Ma még annyit csináltam. Felraktam a damélfejet, korábban ugye beszéltem itt a kaszállásról, hogy az alternálóval kaszáltam le az utat is, de gondoltam, kipróbálom, felrakom a damélfejet, amit eddig megvettem, csak egyszer használtam próbaképp, és akkor azzal végigmentem az úton, meg akkor elkezdtem így kaszálgatni, még itt ottam ott. Hát annyira nagyon nem szeretem, de egyébként nem használhatatlan. Szóval eredetileg ugye azért sem használtam, és kezdtem mindig a késsel darálni, mert itt azért a területen nálam még azért vannak ilyen nagyon erős gyomlövények, illetve fászárúak is, amelyek kezdenek feltörekedni, újra növekedni. Viszont most már például a villanypásztor mentén már tényleg inkább csak a szálfűek és hasonlók nőnek, tehát most már valóban meg tudom azt tenni, hogy például a karbantartó kaszálást így a villanypásztor mentén, két vadgerle korzózik közben, szóval a villanypásztor mentén most már egy-egyben akkor tudom a damilossal is azért szecskázni, de még azért a vastagabbat azt nehezen viszi, van, hogy tényleg kicsit így felcsavarja, ledarálja csak egy kicsit, de a szárát nagyjából meghagyja. Szóval én annyira nagyon nem szeretem, mert ilyenkor vissza is esik a fordulat, amikor alacsonyabb a fordulat, akkor egy kicsit jobban ráz is, nagyobb a rezonancia. Damilos fejjel nekem annyira nagyon úgy nem szimpatikus a történet. Na, de a lényeg, hogy végre valahára akkor úgy tűnik, hogy eljutottam most már ennek a folyamatnak is a végére. Ugye a sok esőnek köszönhetően eddig szinte mindig megy a kaszálás. Vagy a karbantartó kaszálás, vagy a szénabegyűjtéshez kapcsolódóan. Szóval talán a holnapi nap folyamán el tudom kezdeni, illetve tudom végre folytatni az épületet, és akkor azt jelenti, hogy hamarosan alul is, ahol jelenleg még egy kicsit rés van, lezárásra kerül az épület. A macska se fogja akkor budinak használni, mert eddig úgy áll a helyzet, hogy a macskának építettem budit, de akkor ez hamarosan meg fog szűnni, és akkor az ablakok is bezárásra kerülnek végérvényesen. Tehát én szerintem el fogok jutni akkor 3 héten belül addig a pontig, hogy itt az épület akkor teljes egészében lezárásra kerül, és akkor a madarak nem tudnak majd berepülni. Úgyhogy azért is döntöttem úgy, hogy akkor ezt is leszedem, és akkor utána nem is fogom hagyni nekik, hogy újra fészket rakjanak majd, és akkor beköltsenek ide. Egyébként egy utólag összeállt a kép, tehát tegnap, amikor én kaszáltam, még az alternálóval és itt a nagyobb területeket, meg mindent, majd ebben a részben fogtok pont, azt hiszem, ebből látni aztán később valamit talán. Ha ez a heti összefoglalóba fog menni, na mindegy. Szóval akkor is, amikor néha megálltam, hallottam elég sok rozsdafarkú hangot, úgymond, amit annyira nagyon nem hallottam eddig, csak így az épület környékén, ahogy ugye a két szülő gondolom hordta a kaját, meg itt szedegette össze, amit össze kellett szedni. Viszont a távolabb is, mikor jártam, akkor is hallottam a rozsdafarkúakat. És kicsit furcsa is volt, hogy hirtelen, hogy megszaporodott a számuk, de akkor így az épületen belülre nem jöttem, tehát akkor még nem tapasztaltam meg azt, hogy már kirepültek, pedig akkor esetleg még lehet, hogy tudtam volna valamiféle felvételt is készíteni róla, mindegy, akkor ez elmaradt, nem nagy élmény, gondolom. Bízom benne, hogy a macska sem vette ezt észre, mint ahogy én sem, és akkor nem vadászott le belőlük egyet-kettőt, bár azt azért szerintem észrevettem volna, mert akkor annak nyoma lenne. Úgyhogy, ha esetleg látom, hogy újra ide fészkelnének, akkor majd teszek ellene. Ezzel a résszel nem kell foglalkozni, mert ugye kívülről úgyis burkolatot, szigetelést és
lezárás burkolatot fog kapni majd az épület, tehát résmentes lesz természetesen. Béna, lassú. Na merre? Nagyon elbizonytalanodtál. Pedig már ismeri a járást. Emlékeztek? Ez volt az ágyás, aminek az elejébe a borsó nem nagyon növögetett. De azért csak lett belőle valami. Főleg az alján. Itt, ami még olyan, azokat meghagyom. Aztán remélhetőleg még ezeket kiérleli, ha nem jön rá nagy forróság majd. Mendoros TikTok. Szeretem. Kis ágyás, de annyi van rajta, hogy nem győzöm szedni. Jó alaposan, főleg itt a sűrű részen, jó alaposan szét kell nézzek, ne hagyjak rajta olyat, ami már beérett. Egy kicsit szét kell kapjam őket. Ha tetszik nekik, ha nem. Így megy ez nálunk. Na hát nem volt hiába való. Még van rajta. Remélem, hogy azokat majd be fogja érlelni. Még egy keveset tudok szedni majd róla. Hát így is ebből a két ágyásból lett egy olyan szűk vödörre való, ami azt gondolom, hogy nem is olyan rossz. Majdnem tele van a vödör. Úgyhogy biztos maradt még olyan rajta, amit nem vettem észre, de hát az rajta maradt későbbre. A másik ágyáson is van bőven. Kérdés, hogy mennyire fogja majd tényleg kiérlelni. Hát a lucernát már vágni kéne, de most még két napig esőt mond sajnos.
és még utána is várni kéne vele, hogy egy kicsit szikkadjon, de én nagyon tartok ennek a kaszálásától megint. Tuti, van egy szívás lesz megint, mert nem fogja vinni. 100%. Középen ugyanúgy el fog hagyni. Tehát hoznom kell majd külön kaszát hozzá, mert egyébként biztos vagyok benne, hogy totál szívás lesz. Na de amiért lejöttem, hogy megnézem a kukoricát, mert a múlt hetiben már nem fért bele, meg akartam mutatni, hogy kapálás után mégis hogy fest. A sorközök ugye tiszták, de a sorban azért van némi gaz. Szóval azt majd mindjárt megnézzük. Mert a múlt héten már nem jöttem le, pedig akartam néhány nappal később csinálni róla egy vidit. Hát így áll a helyzet. Közben azért figyelek a lábam elé, hogy nehogy eltapossak egyet. Szóval azért lehet látni, hogy a sorközök rendben vannak. Itt még azt mondom, hogy közte is, a tövek között is, bár van egy-kettő, amit lehet, hogy majd le fogok jönni, ha nagyon unatkozni fogok kikapálni, bár már készülhettem volna most is úgy. Inkább itt előrébb volt nagyon rossz a helyzet, ahol nagyon fűves, itt látszik, hogy már folyókás a sor is. De azért itt nem tudom mennyire látható, valamennyire el van száradva közte, amit kikapáltam. Tehát itt viszonylag tisztának tekinthető, meg azért már a kukorica is fejlődik. Bár, ahol kettő van ugye, ott a fattyakat ki kéne szedni, hogy egyik másik ne hátráltassa egymást. Ezt már hamarabb meg kellett volna tenni, de hát azért mondom, hogy lehet, hogy végig fogok én menni majd rajta. Egy kicsit megkapálgatom, főleg ezen a részen, ahol látszik, hogy tényleg a sor az olyan. Ezt már túlnőni, tehát különösebben problémát nem jelent. De egy kicsit meg lehet piszkálgatni. Már csak azért is, hogy tényleg ahol két növényem van, kikelt mind a kettő. Na, nagyon egyívásúak vagytok, melyik a kisebb, ki tudja, hogy ott akkor rásegíteni az egyikre. Mert hogyha, hopp, inkább kitöröm, mert kihúzni nem kéne. Itt is kettő. Itt is egyelően fejlődnek egyébként, de később úgy is hátráltatnák majd egymást, szerintem, tehát ezt a köcsögtelefont egyszerűen nem lehet hogy tartani. Szóval ezeket azért mindenképp ki kéne szelektálni. Hát ezen a részen, ahol meg olyan nagyon rögös volt, ahova még tudtam, ugye vetettem, de azért olyan szinten nem is fejlődik. Tehát itt lehet látni azért, hogy ez a rész nem annyira aktív, de itt is szerintem fel fog majd növögetni, csak kérdés az, hogy mennyire fog majd teremni. Még egész ide kintre is raktam. Őrület. Még itt is van egy sor. Jó minőségű képek, mi? A köcsök tapicskolósok ezt tudják. A rossz baj, vigyél. Ott meg ugye azért is olyan nagyon zöld, mert nagyobbak is a növények, de azért is, mert ott azért van közte egy kis fű, egy kis gaz, egy kis azaz. De azért lehet látni, hogy itt egy kicsit mutatósabb a dolog.
szakasz a beállítás. Hát én ezt gyorsan, rövidre is zárom. Amit kaptam, német használati utasítást, segédletet valakitől, köszönöm ezúttal is, viszont a fordítóval sem mentem semmire vele, mert alapvetően jól magyarosította, viszont ugye azok a kulcsszavak, gondolom azok a szakszavak, amelyek itt lényegesek lennének, azokat nagyon nem tudta csak ilyen nyers fordítással vagy tükörfordítással fordítani. Már ez sem nagyon segített abban, hogy megértsem, hogy miről van szó, illetve az az ábra, az szintén eléggé sablonos, ami ott szerepel, szóval ahhoz egy kicsit azért jobban kell ismerni a gépet, meg ezeket a dolgokat, hogy az ember tudja, hogy pontosan az ábra mire mutat rá. Úgy nagyjából értettem, de az a lényeg, hogy a beállítást tekintve nem mentem vele sokra. Éppen ezért azt kell, hogy mondjam, hogy maradt az, hogy kútfőből próbálok valamit mahinálni, de hát azzal sem mentem sokra, ugyanis ugye aztán korábban említettem, hogy vannak azok a csavarak, amit úgy látom, hogy a magasságot állítja, de nem ez a gond, tehát arra már idejekorán rájöttem, hogy ugye azok a csavarok azt szolgálják, hogy a kassa ujjaktól magát a pengesort, azt mennyire szorítom rá, meg mennyire távolítom el. Hogy attól függően, hogy mekkora hézagot akarok, vagy hogyha nem akarok hézagot, de még pont annyira szorítsam össze, ugye, hogy olyan nagyon nagy súrlódás ne legyen, hogy ne legyen a gépnek ugye nagyon nehéz dolgoznia vele. Viszont nálam nem az a gond, hanem így, hogyha a keresztmetszetét nézzük, akkor ahogy vannak a kaszaújjak, meg van a kaszapengesor, azok nem párhuzamosak egymással, hanem a pengesornak az eleje, a késpengéknek az eleje az fölfelé megy, tehát bezár egy bizonyos szöget. Tehát innen kezdve hiába állítok azon a csavaron, ami lejjebb szorítja, vagy feljebb szorítja, elől mindig hézag marad. Tehát ezt a szöget nem tudom, hogy hogyan lehetne állítani. Lehet, hogy nagyon nem is lehet, hanem valóban arról van szó, amit említett valaki, hogy esetleg valami itt el van hajolva, tehát az a konzol, ami tartja a késpengéket, az van esetleg eldeformálódva. Itt középen annyira nagyon nem is, úgy látom, hogy itt nem csak a töve van közel a kaszaújjakhoz, a késpengének, hanem viszonylag a hegye is. De ezen az oldalon, meg a másik oldalon, ott azért elég nagy a hézag. Itt talán még úgy látom, hogy hátul is, de egyébként nekem érdekes módon úgy tűnik, hogy hát lehet, hogy szándékosan ilyen a kialakítás, hogy a kaszaújjak, azok mintha mennének lefelé, de hát itt nincs összeszorítási alap, tehát nem tudom megmondani, az is lehet, hogy azok valójában úgymond egyenes vízszintes vonalba mennek előrefele, csak hogy a késpengék állnak fölfelé, ezért tűnik úgy, hogy egy kicsit mennek lefelé. Tehát nekem ez okozza inkább a fejtörést, a gondot, hogy ezt a szöget, ezt nem tudom kalibrálni, ezt nem tudom állítani, hogy ezzel mit lehetne kezdeni. Tehát addig, és akkor én próbáltam valahogy visszacsavarni úgy, ahogy volt ez eredeti állásába, tehát addig, amíg nincs valaki, aki esetleg hozzáértő, és akkor eljön, beállítja, és közben megmutatja a gyakorlatban, hogy ez mégis hogyan volna érdemes, akkor addig én ezzel olyan sok mindent nem fogok tudni kezdeni. Tehát azért is döntöttem úgy, hogy maradok annál, hogy marad így a beállítás, ahogy volt, így is vág, az, hogy már nem is tudom, így a közepet álljam valahol, egy kicsit kihagy néha, mert mondom ugye, hogy néha, nem mindig van ez, azzal kénytelen vagyok akkor kibékülni, de hát úgy nagyjából ez a helyzet, sokra ezzel nem fogunk így a továbbiakban menni, én legalábbis így nagy gépészként biztos, hogy nem. Persze, hogy nem tudom, pedig ezt néha tudtam mozgatni kézzel is. Most lehet, hogy jobban megszorítottam. Lehet, hogy túlságosan is visszaszorítottam itt valamit, nem tudom. Mert megmondom őszintén, már nem emlékszem pontosan rá, hogy úgy emlékszem, mint a kézzel is tudtam volna így mozgatgatni, de lehet, hogy akkor már fel volt lazítva. Szóval megesküdni nem mernék rá. Tehát amúgy se nagyon akartam én nagyon belefolyni ebbe a beállításban, mert szeretnék haladni a dolgommal is, pláne úgy, hogy bármikor megint leszakadhat az ég, és vágni ugye a füvet meg nagyon kéne, mert már kezd megint dzsungelesedni a helyzet. Tehát nem tudok mit tenni, haladni kell. Ha esetleg valakit majd találok, aki érti ezt, és megmutatja, akkor oké, amúgy nem oké. Még ennek menni kéne. Ezt is biztos sokan fogjátok mondani, hogy nem így kéne, de mondom, most nem tudom mozgatni. Lehet, hogy egyébként sem tudtam,
A fene tudja. Mindegy. Így vágunk jelenleg. Mint mondtam, megpróbáltam visszaállítani az eredeti állásba. Úgy látom a csavarokon, ugye a festésen, hogy ezek nagyjából ugyanazt a pozíciót foglalják el, mert ezt a kettőt próbáltam úgy nagyjából nézegetni, állítgatni. Tehát azt láttam is, hogy ahogy szorítottam le, úgy tolta lefelé a pengét, de a pengesornak az eleje az nem változott, a hézag ott ugyanúgy megmaradt. Csak a penge tövénél volt különbség. Úgyhogy, ha nekem továbbra is így fog vágni, nekem az is nagyon jó lesz, csak annyi, hogy akkor ugye próbálom óvni a gépet, amennyire lehet, próbálok rá vigyázni, meg amikor elrakom, akkor leolajozni, letakarítani, aztán ennyi. Itt most csináltam egy próbavágást, ugye miután én próbáltam barkácsolni, harácsolni rajta, ugyanúgy visz, úgyhogy egyelőre ennyi. Pedig már azt hittem, nem merem néha nagyon berántani, mert néha van benne olyan kompresszió, vagy nem tudom miért, de néha nem engedi teljes mértékben kihúzni a, mit tudom én mi ez, a, most nem jut eszembe a neve, hanem félúton visszaránt, de akkor olyan szinten, hogy letépi a kezem, talán már egyszer említettem, és megmondom őszintén, hogy nagyon tartok tőle, mert egyszer így jártam, aztán eléggé megropogtatta itt az új perceimet, és egy kicsit finoman bánok vele, úgyhogy nem merem olyan hirtelen megrántani, mert mármint teljes erőből és kihúzni, amennyire lehet, mondom, akkor letépli csuklóba a kezem, úgyhogy kicsit óvatosan bánok vele.
hogy a rossz baj vigye. Na, a kukoricát én vagy 2-3 nappal ezelőtt voltam, tehát itt, ahol ilyen nagyon füves volt, ugye a tövek között, itt maradt egy fattyú. A tövek között, akkor én ezt kikapáltam, most már nem lesz rá szükség, körülbelül ideig juthattam, bár itt már nem hiszem, hogy képbe vagyok, szóval már nem hiszem, hogy kell majd esetleg egy kicsit kapálgatni, ez már remélhetőleg túl fogja majd nőni. Meg kiszedtem a fattyat, itt is itt maradt egy, azért majd nézni kell. És ez már rendben van, a lucerna is rendben van, most már csak bízom benne, hogy nem fog rájönni az eső, mert a következő 2 napra jó nyári meleget mond, viszont sajnos egy kisebb zápor, nem annyira nagyon sok eséllyel, de lehetséges, benne van a levegőben, szóval bízom benne, hogy a lucernát ezzel a következő 2 nap alatt be tudom takarítani, úgyhogy holnap jövök is le megforgatni, mert most jó adja ezerrel a nap. Ami a vágást illeti, én fent azzal kezdtem, hogy molyoltam, de nagyon, tehát mindent elbarmoltam, elállítottam össze-vissza kést, sehogy nem tudok úgy állítani rajta, hogy a kés, a 2 kés, az közelebb kerüljön egymáshoz, így áll, mint a picsa, úgyhogy semmit nem tudtam vele igazából csinálni, de hogy totál elbarmoltam, az biztos. Ennek ellenére elég jól vág, bár most azt vettem észre, hogy a bal oldalon is, mintha egy kicsit már nem vágott volna, középen még néha ugyanúgy előfordult, úgyhogy majd a bal oldalán fogok esetleg egy kicsit megpróbálni visszaállítani, módosítani. De alapvetően azt gondolom, hogy elég jól le lehetett vágni. Nem volt olyan közel, se volt olyan szenvedős, mint a múltkor. Tehát ez már így azt mondom, hogy baráti. Meg mindössze annyit csináltam még, hogy a vágóasztalt vissza megemeltem. Ugye ez nekem azért volt leültetve teljes egészében korábban, mert hiába emeltem meg a legelején, ami eleve nem egy egyszerű történet. Sajnos olyan ótvarszar az egész, legalábbis az egyik oldalon, hogy kiesik belőle az a vas, az a tartóvas, ami ugye a távolságot tartja a talajtól. Szóval azért akkor úgy gondoltam, hogy ha leülsz, lennyire le akarsz ülni, akkor úgy fogom vágni teljesen földközelbe. Viszont most erőt vettem magamon és újra felraktam, egy olyan 5-7 centis vágó magasságra, hogy hát esetleg az is segít, és akkor könnyebb lesz. Hát nem is tudom, talán. Azért, hogyha jobban megnézzük, lehet látni, hogy mondjuk nem tökéletes a dolog, mert itt azért lehet látni, hogy mindjárt igyekszem megmutatni, hogy azért itt vannak magasságok, tehát egy picit el van dűtve, de ugyanakkor le is van vágva. De hát ez nem 5-7 centi, ez egy olyan 10-15 centi, tehát nem feltétlen vágta le mindenhol olyan nagyon hű, de nagyon jól, de sokkal jobban, 100-szor jobban, mint a legutolsó alkalommal. Itt esetleg látok valamit jobban. Itt azt hiszem, ez azért van, mert itt a sor széle volt. A sor szélét ezt mindig eleve nehezebben viszi, és én is nagyon nehezen határozom meg, hogy pontosan hol esik a sornak a széle, mert igyekszem nem belemenni az előző sorba. Hopp, hangyaboly, menjünk csak vissza. Szóval igyekszem úgy vágni, hogy tényleg éppen amennyire lehet az előző sort, amit vágtam, a szélén menjek, mert ugye ahogy félredobja, ott van fel torlódva egy csomó levágott lucerna, itt is hangja. Hát mi a rossz baj van itt? Szóval igyekszem úgy vágni, hogy amennyire lehet a szélére menni, ilyenkor viszont előfordul az, hogy mondjuk így a szélén kimarad egy pici, de ez a legkevesebb. Ez most jól le van vágva, azt mondom. Úgyhogy annyira nagyon azért nem vagyok elégedetlen. Azért furcsátom már a fejemen, és itt néha egy-egy hangya kóricált. Egyébként lehet látni, ha lehet látni, remélem, hogy lehet látni, hogy azért már virág van rajta. Kezd megjönni rajta a virág. És azért nem merek várni vele, most péntek van, szombatosárnapra még nyári időt mondom, egy kis zápor még az lehet benne, de muszáj vagyok levágni, mert viszont hétfőtől, vasárnap délutántól már folyamatos és elég tisztességes mennyiségű csapadékokat mond, tehát én azért bízom benne, hogy akkor tényleg be is jön az a meleg idő, amit jósolnak, és akkor be is tudom takarítani. Ez lenne itt a cél. Mert amíg tovább várok vele, akkor tovább lesz vele várva. És az egyáltalán nem lesz jó. Kukorica, mint a gomba. Legalábbis, ahhoz képest, mert hogy 2-3 nappal ezelőtt voltam azt a kis részt ott megkapálgatni, és akkor még nem volt ekkora. Egyáltalán nem volt ekkora, legalábbis ezeken a részeken.
itt már ugye, ahol nagyon rögös volt, meg használhatatlan a terület, amiből most már sok minden nem látszik, mert azért beverte egy kicsit az eső is, most kellene egy kicsit megdolgozni, de hát nem lehet, mert ugye ide is azért én voltam annyira bátor, hogy toltam ide is kukoricát, lesz, ami lesz alapom, és ezért ez az utolsó csonka sorszerűség is még azt mondom, hogy növöget. Itt kellene nekem még egyszer kapálnom, igazság szerint most hoztam kapát, de kedv híján nem hiszem, hogy bele fogok állni. Szóval holnap, ha jövök megforgatni, akkor inkább most tudjuk le, menni kell a padlót rakni tovább otthon, mert az épület se halad sem erre. Na, majd valahol, valamelyik következő jelenetben ismét újra összefutunk.